Az új világ itt kezdődik. Üdvözlünk a második Voszfest vállalkozói szabad egyetemen. Megrendezték a második Voszfestet Veszprémben, és ennek keretében írták alá a Kavosz Egrin ZRT és a Pannon Egyetem együttműködését elindító megállapodás csütörtökön. A vállalkozások érdekében létrejött kooperáció a Kavosz tapasztalatait és a Pannon Egyetem innovációs törekvéseit egyesítve szolgálja a KKV-k edukálását a fenntarthatóság kérdéseiben. Az egyetemmel hagyományosan nagyon régi kapcsolatunk van, és természetes szövetségesként adta magát az, hogy az ESG ügyekben is egy olyan szakmai műhely induljon el a Kavosz, illetve a Pannon Egyetem között, amellyel képesek vagyunk arra, hogy a vállalkozásoknak tudjunk adni információkat, megtanítsuk őket ESG-ül, és ezt jelzem most már így viszonylag hosszas gyakorló ESG múlt után, hogy nagyon nem egy könnyű kenyér ez. Megváltozott az egyetemek szerepe, kibővültek a feladatok, az intézmények tevékenyen részt vesznek a szemléletformálásban, az innováció motorjai, szerepük van a gazdaságfejlesztésben. Ez tükröződik majd a közös munkában a Kavosz Egrin ZRT-vel, fogalmazott az egyetem kancellárja. Mind a kettőnek a fő szempontja, hogy a gazdaság és a társadalom felé szolgáltassunk, és ez egy nagyon komoly társadalmi és gazdasági ügy lesz. Én abban látom az együttműködésnek az igazi lényegét, hogy a Pannon Egyetemen rendelkezésre áll az a tudás, ami képessé tesz minket, hogy valódi ESG módszertanokat, tananyagokat, mintapéldákat tudjuk fejleszteni. Az esemény fókuszában tehát az ESG témaköre állt. Eppel János, a VOSZ elnöke kiemelte, nincs olyan gazdasági szervezet, vállalkozás, amelyiknek ne kellene a fenntarthatósággal, az ESG-vel foglalkoznia. Éppen ezért a vállalkozók mellett az oktatási központokat célozzák meg. Nem csak a vállalkozókat célozzuk meg, hanem az egyetemi központokat is. Igazából az alapgondolat az volt, hogy Magyarországon nagyon sok értékes tudás, gondolat van a tudásközpontokban, ezek elsősorban természetesen az egyetemek, és a másik oldalon a gazdasági szereplőknek van egy komoly igénye erre a tudásra. És nagyon-nagyon ritkán találkozik ez a két dolog, az elmélet és a gyakorlat, a tudás igény és maga a tudás, és a VOSZ az új stratégiában ebben vállal egy úttörő szerepet, hogy ebből rendszer csináljon, hogy ezek a tudásközpontok és az ott meglévő és a vállalkozások számára hasznos tudás, az találkozzon. A stratégiai együttműködés éppen ezért lesz jelentős, amiben fontos szerepet tölt be, hogy a Pannon Egyetem oktatási koncepciójában az egyik legfőbb cél a fenntarthatóság.